F. Polner Erika az ország legeredményesebb rajztanára, tanítványai minden évben ott vannak az OKTV döntőjében. A miskolci Zrínyi Ilona gimnázium művésztanáraként rendszeresen szervez diákjai számára alkotótáborokat, múzeumlátogatásokat. Volt tanítványai között van festő, szobrász, textilművész, valamint díszlettervező és dizájner is. Erika már ezen a pályán mindent elért, amit el lehet érni. Ennek ellenére ugyanolyan lelkesedéssel csinálja azt, amit csinál, mint 20 évvel ezelőtt. Én utat mutatok. Nekem ami fontos, hogy egy képnek legyen hangulata. Nem probléma, hogyha esetleg ott pici anatómiai probléma van, vagy a perspektíva nincs rendben, ha egyszerűen lenyűgöz. Nagyon gyakran a gyerekek is megkérdezik műalkotások kapcsán, hogy és talán mennyi idő alatt festette meg a művész? És akkor mondom, nem számít az időtényező, mert lehet, hogy 5 évig gondolkozott rajta. Igen, van, amikor megkap egy feladatot, és nem sikerül rögtön rá a válasz, hogy az nem probléma. Nagyon-nagyon sok minden múlik az alázaton. Hogyha nincs meg az alázat, nincs meg az, hogy én tanulhatok, én fejlődhetek, nekem önmagamtól is ki kell nyílni a világra, akkor lehet, hogy nem lesz belőle semmi. Akkor vagyok boldog, amikor a tanítványaimból lesz valaki, amikor a tanítvány túlnövi a mesterét. Ez a legnagyobb dicsőség.